Hello! Itt lesz a stream. Sziasztok! Üdv mindenkinek! Tippeljetek, mennyire van árat fejem. Legalább annyira, mint a hangom. Hello! Link a zenéről? Már is. Na jó, legyen. Már is belinkelem neked. Link. Hello! 10 per 1000. Valószínűleg valahogy így. Hello! Hello! Na nézzük. És még csak feketésben sem vagyok, szóval. Hűha. Hogy vagyok? Álmosan, fáradtan, kurva szarul aludtam. Igen, onlep. Onlepet hallgatunk mostában reggelenként, úgyhogy. Hello! Azt hittem, összedőlt a ház. De csak dörgítsél, olyan kis aranyos azon, hogy dör. És segít felébredni? Nem. Még mindig alszom. Hello! Nézzétek, kakker! Feed kakker megint. Nem húztam el azóta sem a függönyt. Gatyába durran... Nem a gatyába durran, csak oda az égre, hogy dör. Fú. Olyan álmos vagyok, mint kétszer ide bikács, nem tudom. Ne kérdezzétek, hogy miért ezt mondtam? Ezt mondtam. Ez van. Fájnak az ízületeim. Nagyon durván. Már erre ébredtem. Ez a kezem szétmegy. Szóval konkrétan itt végig, és itt is. Úgyhogy a kezem az teljesen szétva, meg a jobb térdem. Egyelőre ez a damage report részemről. Szia, Vajzir! Jó reggelt! Haj, az valami katasztrófa. Nem fésülködtem. Kellett neked 10 órára ígérni a streameket, látod? Tökéletes a 10 órai stream. Normális ember ilyenkor fordulás a másik felére. Hát figyelj, én olyan 1 órakor aludtam el is. Szumos 81-hasgifted a Szaptió CDR Kadi. Szumos, nagyon-nagyon szépen köszönöm. CDR Kodi számára az ajándék előfizetést. Köszi szépen. Szia, Bojtik! Köszönöm, majd helyre jön egyébként. Szerintem ez most csak az időjárás lesz, ami miatt ilyen ízületi fájdalmaim vannak. Vagy lehet, hogy a légkondi fújta meg a kocsiban, nem tudom. Bojti, one just subscribed. Bojti, nagyon szépen köszönöm a 3. hónap feliratkozását. Hát köszi szépen, szia Mosta! Hello, köszi szépen, Bojti! Hihetetlen 3 hónapunkat. Na nézzük, arra gondoltam, hogy ma nézhetnénk ilyen luxi lakásokat. Mit szólnátok hozzá, hogyha ma luxus lakásokat néznénk? Gyűjtögetnénk az ötleteket. Ez az kell a vonat, kallerek előre. Még vonat az nincsen szerintem. Fegyíteni akarod a szívünket, értem. Á, készülünk a jövőre, amikor milliárdosok leszünk, nem? Szia Zsola, szia Márk, hello. Szia Zoli, hogy megjelentél rá? Luxi házak egyébként, az igen. Mi ez a világos, kérem szépen? Nem tudom. Ezt a pólót találtam, ez a tiszta, jó? Fekete pólóim szerintem már mind koszosak, úgyhogy mosti kéne. Milliárdosoknak pénze van, nem ízlése. Pont ezért nézzük őket. Szeretném, hogy több pénzem legyen, mint ízlésem. Érted? Szeretném. Big Roll, köszönöm szépen a csírt. Igen, ha elkezdek én is hattabozni, mehet a luxusház. Ennyi. Megidéztél. I see. Budapesti villákat nézünk? Budapest villák eladó. Ó, igen. Szumos, köszönöm szépen a csírt. Ó, igen, Zoli, mehet. Extravagáns, luxus lakás. Hosszú távú bérleti időszakra. Na, mi meg akarjuk venni? Luxi lakásokra. Ó, igen, Zoli. Balaton felvidék. Budapesti eladó kas. Na jó, ezt nézzük meg, mert ez Rózsadombon eladó felújítandó villa. Csak mondom. Hogy ez a felújítandó villa kategória. Window capture... Így.
Így. Ezt mindenképpen meg akarom nézni, szóval... Rock! 44! Számolom a leveleket azon a kinti fán, remélem lesz rajta legalább 44 levél, biztosan? Úristen! Rolkside just subscribed, és most megszámolom a leveleket azon a kinti fán, remélem lesz rajta legalább 44 levél. Rolk, nagyon szépen köszönöm a Tier 3-as 44. hónap feliratkozást! Dirdörrenő Danna Hány. Dirdörrenő, imádom, annyira szeretem a viharokat. Egyszerűen zseniális, zseniális, én mondom. Köszönöm szépen, Dávid, a csírt. Köszi szépen, srácok. Hello, jó reggelt, rántott sajt. Á, ez olcsó, 500 millió alatt nem állunk, szóval csak meg akarom nézni, mert ez ilyen full, full horror forgatási helyszín számomra. Szóval az az Ereszt. Ez az Ereszt Ereszt. Ez így szerintetek, ez nem... Mi? Ez nem felújítandó, baszki. Ez lerombolandó. Engem is érdekelnek, de miért nem? Na. What? Ez úgy néz ki, mint ahol lányokat raboltak el és tartottak fogva. What? Az úristen, az egy nagy beházás volt. Ez a ház úgy néz ki, mintha egy férfi lett volna, akit bántalmazott az anyja, és azért nőnek öltözve nőket rabolt el. Ne kérdezzétek, hogy miért ennyire specifikus, de legalább a füvet lenyírták, szóval félig. Vagy fiúkat, igen. Ja, hogy vonat van. Igen, már hármas szint fut, tetszik, az igen. A fűtől kiégett a szemed, Biglon. Ugye, hogy kiégett a fűtől a szemed. Na jó. Sajnos többet nem tudunk meg a ház belsejéről, csak hogy körbenőtte a fű. Rózsadombon 1376 négyzetméteres telken eladása kínálunk, 36-ban épült provenci hangulatú, panorámás, felújítandó villát. Három különálló lakásra van bontva. Aha. A villa teljes körű felújítást igényel, vagy lebontandó? Hát, ez rohadtul lebontandó. Ez nincs jövője. Zöldjére, 500. Na, nagyon szépen köszönöm az ajánlói feliratkozásokat. Corvinnak, Red Blacknek, Mohoyónak, Quindigának és Torexornak. Megprosszoljuk. Lajeszka 11 hasgiftida szaptéó kunzika. Vájzír, nagyon szépen köszönöm a csírt. Nem voltam itthon még az évben, hát akkor lenne vele minimum egy kulom hibeló, hogy jól nézzen ki. Na majd jövőre, ha végleg hazajövök rá, szállom az időt. Oké. Na jól van, Bigla. Jó. De azért ennyire nem lehet gáz. Na nézzük, 630 millió. 2 milliárd. What? Nikó, nagyon szépen köszönöm, hogy folytatod az ajándékelő fizetést, amit Lajásztól kaptál ajándékba. Hát nézz oda! Nézz oda! Volt értelme létemnek. Nem, azt úgy mondják, hogy ma is érdemes volt felkelni. Amúgy mi ez a... Amikor 2 darab milliárd forintért árulod a rohadt házadat, és odabaszol egy ilyen tök lámpás lámpát, vagy mi a franc, azt tudjátok, azokat a széthúzod, és lámpa világít. Fú, Robi, köszönöm szépen a csírt. 4,5 hektár tereket. Tudod, kinek kéne annyi? Az is arra jó, hogy hullákat essen. Lampion, az, köszönöm. Ez a papírumasi, akármi. Ez amúgy mi? Szóval itt ilyen miséket tartanak? Vagy micsoda? Az sincs, hogy na most megnyerem a lótót és megveszem, mert a gyereményből ennek a tereknek az ára csak az adó. Igen.
De legalább lábtörlő van. Na jó, ezt annyira utálom. Értem a lényegét azoknak a tereknek, amiket próbálnak, ilyen nagyajtós tereket, ugyanaz, igen, amúgy szanatóriumnak néz ki pontosan, próbálják a nagyajtós tereket ugyanolyan burkolóval megcsinálni. Ez csak akkor néz ki, hogyha a burkolat az nagy. Nem 30x30-as kockákat kell lerakni ilyen helyekre. Bár ez lehet, hogy 50x50-es kocka? Mennyi lehet ez az ajtó? Hát... Ja, ez lehet, hogy 50x50-es, de ez nagyon kevés. Én imádom ezt a magyart. Én imádom ezt a magyart. Viccelsz? Megnézed, hogy mennyit ér a magyar pénzed. Szóval ezt nagy terekre nagyon szép megcsinálni, de mi a fasz itt ez a mosdókagyló? What? Szia, Hekkerof! És mik ezek az újságtartók? Vagy WC-papírtartók? Vagy ez mi? Ez tényleg egy szanatórium, baszki. Ilyet találsz az ecseri piacon. Ez a tüköri... Úristen, na jó. Ez 2 milliárd forint? Értjük, ezt a szalont már megmutat. Ennyi? Nem. Semmi gond. Ez van. Bigol! Köszönöm szépen az ajándék feliratkozást. Frejszelnek! 4-es hype-olat! Hát mikor volt utoljára 4-es hype-olat? Gifted a Szabtéó Frejzel. Szia, 103! Hello. Igazad van, Gász, hogy ezt kapjuk ennyi pénzért. Ugye? Bigol! Köszi szépen! Ez egy lámpa, nézzétek! Szia Danna, sziasztok Danna Hali! Mi ez a lámpa? Tímo, köszönöm szépen a csírt! Köszi szépen! Luxi lakások nézése, második, harmadik rész, le vagyok maradva. Jó kis kallerek, úgy emlője, szia Dév! Mi? Mi? Miért van egy műfüves szobájuk? Egyértelműen műfű. De miért? 4,5 hektár telek és műfüves szoba. Mi? Mi? Házi stadion? Ahhoz pici. Hát kisebb ez a szoba, mint a lakás, ahol lakom. De legalább amúgy van fűtőtest, nézzétek, ez elektromos, ha jól látom. Csak itt a termosztát egy kicsit kilóg. Golfozni lehet a lakásban, kell. Ennyi. Fúj. Mi? Becsempészték félig a... Mi? Nem tudom eldönteni, hogy... Na jó, nézzétek! Nézzétek, amit én látok! Itt van a falnak az oldala. De itt vannak a sarkok. Magyarul az azt jelenti, hogy itt még van egy jó 2 méter körülbelül. 2-3 méter lehet, de így. 2 inkább. Az egy válaszfal, igen. De, hogyha nem tudsz felállni a WC-ről, itt van egy jó kis kapaszkodó. Ez a megye 1-es öltöző zuhanyzója. Figyeljetek, ez az első normális lakás, amit látunk, van fűtés. Félbe csapták, mert jó az úgy. Szerintem ott van még valami mögött. Valószínűleg igen, de lehet, hogy hullák. Tudod, hát egy szabad zuhanyzó van, mint a börtönökben. Ja, így leslagolnak. Megint ez az undorító lampion. Amúgy persze értem. Ekkora házban már nem telik izére. Ez új. Ez ilyen felújított a 30.000 forintos zuhanytálcával. Valaki pancsi közben a budin nézhet. Ó, igen. Minden álmom volt. Itt a börtön részleg. Megérkeztünk, srácok. Akkor ez a börtönhöz járó szociológiai rész, vagy mi? Tényleg így csutakolják az embereket. Tuti, hogy így slagolják le őket.
Ez itt a tesítő. Mondjuk hasonlóan nézett ki nek. Mi? 2 milliárdért nekem egyenes falakat adjatok, baszki! Mi? Mi? Amíg nem rossz csillárra rá se nézek, hát pont ez az. Ezt a fal... Mi? Mi a fasz? Ez modern, jó, modern művészet. Ja, de van kis, meg bevásárlókocsi is jár a házhoz, nézzétek. Jár hozzá bevásárlókocsi is. Meghajlítjuk a teret. Átépítjük a teret is. Jézusom, lehet tudni, hogy kiépítetted? Nem tudom, mindjárt megnézzük. Körbeértünk. Pasarét vozzás körzetében 12-ben épült 1000 négyzetméteres villaépület. Részben felújításra került. Én nem látom azt a részt. Ami igazán hasznos beruházás volt eddigi felújítás során, levegő hőszivattyú beszerelése. A fankol rendszeren keresztül fűti-hűti az épületet. Van egy kisebb 100 négyzetméteres épület. Bocs már! Srácok, köszönöm szépen a négyes szintű hype-onatot is kaptam egy kokrost, vagy mi a fasz? What? Vagy ez egy pók? Köszi szépen, srácok! Tarantulla! Jojo, motherfucker! Ez maszka vagy sisza? Maszka sisza! Köszi szépen, srácok, a hype-onatot! Nincs itt, hogy ki... Várjátok, az épület alkalmas lehet iskolának, magánkórháznak, diplomáciai épületnek, szállodának, illetve lakóépületnek egyaránt. Amennyiben cég nélkül szeretné megvásárolni az ingatlan, plusz áv, ha terheli a vételárat. Értitek? Erre még rájön a kibaszott áfa a 2 milliárdra. Ezt így bezárom. Mátyásföld nagypolgári villa. Na, Mátyásföld hagyjuk. Itt van még egy 2 milliárdos. Na nézzük, mit kapunk a pénzünkért. Látok, van tesiterem, koedukált zuhanyzó is. Mondjuk én megnézném, hogy az mögött a fal mögött mi van. Oké, ez már a szomszéd, nem? Ez ilyen karbantartó épület? Nagyon creepy ez itt. Budai kastély, na nézzük. A fű az csúnya. Lehet sakkozni. Amúgy az mekkora pog. Mekkora pog, lekerítesz és ott sakkozol. Kurva jó, tiszta Harry Potter. Ez az apáca volt temető. Boiler eladó. Bár nem tudom ezek még, de boiler eladó. Ez egy fedett kút talán egyébként. Jaj, ne! Már megint ezek a fajzék. Van 2 milliárdod, vagy a nézők állják? A nézők állják, egyértelmű. Ez az a közös villág. Várjatok, ezt láttuk! Ezt láttuk! Ez az a ház, amit már néztünk, csak másik képekkel. Igen. Ez a részben felújított. Ez tényleg szanatórium volt, srácok? Ez pont úgy néz ki, mint egy szanatórium, nem? Sodró, nagyon szépen köszönöm a 4. hónap feliratkozást. Donate-ből épült. Sodró 24. Nagyon szépen köszönöm Sodró a 4. hónapot. Köszi szépen. Ez sárga ház, gyerekek. Ez sárga ház, konkrétan. Konkrétan. Köszi, Lajász, kitartást a munkához. Ez bolondok háza. Jöttem beköszönni az új feliratkozást? Mi? Csak én nem szeretem amúgy, ha minden fehér? Én se szeretem. Nálam csak az előszoba, a fürdőszoba fehér.
Amúgy ezt a tapétát adom. Nem rossz. Ez nem rossz, de ez az ajtó úgy néz ki, mint amit a Subnautikába kivágtunk, hogy át tudjunk menni rajta. Na jó, ezt a villát mindig hagyjuk. Harmadik kerület. Na jó, ez mi? Dunaparti medence és minimál luxus villa a Rómain. 300 millió. Oké, ez egy szerkesztett kép. Várjatok, ez most szerkesztett kép, vagy ideállítottak egy csávónak a szobrát? Szerkesztett kép, ugye? Igen, ez egy látványterv. Nincs gond. Igen. Valenciófokon egy épületsor, ami valaki havonta 4 millió, ha azt teljük, akkor nem tudom, mi van. Csibú! Így már értek mindent. Nagyon szépen köszönöm Csibú a második hónap feliratkozást. Köszi szépen. Köszi, köszi. Majd épülni fog, de lehet venni már. Ez menő. Szóval ennek mi értelme, hogy látványterveket árulnak? Aj, ezeket annyira nem szeretem. Nekem ne áruljatok látvány... itt van, 500 millió. Na, ehhez nem látványterv. Ez nem látványterv. Biglol, élvezd ki a füvet. Ez a képvalósággal nem összeegyeztethető. Ez a GTA-ból szökött, lehet valaki az RP-be szerzett házát árulja. Ja. A fű az 10/10-es, srácok. Fűre tépni szabad. Úgy, hányd le! Hányd össze! Hányd össze! Ez nem látványterv, ez rendes kép. Csak túl vannak húzva a színek. Csak túl vannak húzva a színek. Úgyhogy... Na nézzük. Ez nem látványterv, ez ilyen. Nem 10/10, mert látszik a fűnyíró nyomvonala. Az nem baj. Mi? Ez lámpa? Első éjszakán úgy lefejelném, mint a vélet. De amúgy a nyomasztó tapétán kívül rendben van, csak nagyon alacsony a belmagasság, nem? Ne ott aludj, aztán ennyi. Ez az asztal fölött van amúgy, bár nem értem ezt a posztmodern festékszőnyeget. De ez a kis szobor is fura. Elférnek a nézők, vagy csak azok fel vannak szabolva? Hát nyilván csak a szaboknak jár. Ez mi? Ez egy asztal? Ez egy szék? Ez egy asztal szék? Ez mi? Csak a modik meg a vippek. Az utolat meg az első szobát nézve, előbb adnék 2 milliárdot ezért, mint a sárgaházért, hát ez az. De adom, úristen, de adom ezt a terasz ajtót. És ha lejárt a szám, akkor kirúgod a házból, így van. Modik meg a pincével lesznek. Ja, akkor pincés házat kell venni. Ez itt mi? Ez itt mi? Szia, Pézsma medve. Szerintem székasztal. Amúgy... Az új gamer székem. Nekem kell ilyen szerintem. Ez az asztal fiók szék, ez többe kerül, mint a számítógépem. Esportágy az. Csúszda. Jaj ne. Mi ez a 70-es évekbeli szekrény? Miért? Olyan jól indult. De amúgy itt a nappali, egybekötve a konyhában nagyon szépek ezek a nyitott terek. Fú, ez nagyon adja. Ez tetszik. Csak olyan pici itt a tér, nem? És ott a lépcső. Kicsit zsúfolt. Az igen. Ez valami művészeti fotózás volt? Az oké. De mi az a... Mi itt ez a beugró? Ez mi? Adok cserébe most neked kétfajta csokit, és ott lakok 2 évig. Jó, mehet. A teraszt szétadom. Nagyon szétadom. Szállodai szoba, amúgy igen, mert itt a telefon is, nézd. Ezek ilyen apart... Jaj, ne, annyira csúnya ez a barna csempe.
Odaáll az operatőr. Így már értem. Ó, de van segmosó, srácok. És Head and Shoulders használ. Hogy mi? Segítsetek ezt értelmezni, légy szíves. Ez itt a csap. Ami nagyon csúnya. Megmondom őszintén. De ez a szabályzója, vagy ez? Vagy az egyik erősség szabályzó, a másik hőmérséklet szabályzó? Mennyire odafigyeltek, hogy a nagyságrendben legyen a sampon is. Sampon for scale. Az alsó szappanadagoló. Köszi, Rolk, köszi. De ez borzalmas akkor is, ez a csap iszonyú ronda. Na, ez a fele már jobban néz ki. Miért nem lehetett ilyen kígyóbőr mintás csempével, ami valószínűleg tapéta. Ez egy mosható tapéta lesz szerintem. Ez valószínűleg egy mosható tapéta, mert nem szokták így megcsinálni az ablakkeretnek a belsejét. Sampó miért a budinál van? Hát ott fért el most, na. Ez a fürdőszoba érdekes. Sokkal jobb, mint a másik. Nem, az igazi krokodilből. Az még merőbb lenne amúgy. Ó, ez tényleg ilyen szálloda. Se. Oké. Megvesszük. Óriás tükör, ahol nézheted magad pancsi közben. Ó, igen. Remélem. Ez milyen lény? Ez mi? Adom a szaunát én is. Én is. RGB szauna kell. Ennyi. Nekem is. Ufó kacsa, igen. Jó, a grill az oké. Okay. Bár ezt a falat nem értem, indokolatlan egy kicsit. Adom a gumikacsamont. Jó, gumikacsamon, az, pontosan. Köszi szépen, hogy csírcali. Jók ezek a bokrok aranyosak. Kínából importált deluxe atom krokodilbőr. Ó, igen. Jaj, ne! Végig is értünk a képeken, kicsit szomorú vagyok. Ez nem rossz, nem rossz. 454 négyzetméter. 6 szoba, 6 fürdőszoba. Teljes berendezés az árban. Klimatizált szobák, kerti bútor, kültéri medence, wellness sauna, konditerem, konditermet megnézném. 1300 négyzetméter intim, sík, parkosított sarokterek. 1300 négyzetméter, hogy lehet azt mondani, hogy intim? Ezt mondjátok meg nekem. Hogy lehet 1300 négyzetméterre azt mondani, hogy intim? Mi? Hogy? Hogy? Intim. Na várjatok már! 100 000 forint média márka ajándék utalvány vagy ingyenes ügyvédi közreműködés minden családi házvásárlónak ajándék utalvány ellenében. Érdemes, hátránya nincs, előnye lehet. Ne haragudjatok már, megveszek egy 500 000 forintos villát. Akkor a 100 000 forintos média már utalvány... Mi? Mi? Nem látnak be a gasztor... Ah! Örülj, hogy kapsz utalvány, a másik 2 milliárdért is rá kell fizetni, mondjuk. Teljesen jogos, kell az a megvettek engem azzal a 100 milliárd forintos utalványjal. Eladó régi budapesti villa. Jó, nézzük. 88 millió, az nem is villa. 330 négyzetméter, az nem olyan nagy. A Városligetnél. Csoda! Na jó, furi ez az oldal, várjatok. Nézzük a Balaton. Balaton. Villák. Eladó. Luxi. Ingatlan.com.
Ja, amúgy 100 000-et megspóroltál. Már nem is dörgítsél 160 millió cserszektomajon. Hol a csába van cserszektomaj? Amúgy tetszik ez a barkafa, vagy nem tudom, hogy ez mi. Ennyi, 20 millió. 100 millió, 200-300 millió. Nem elég drágák, nem elég drágák. Nézzük, ár szerint csökkenő. Megvesszük. Bármi is az első, megvesszük. Oké. Megvesszük. A 37 négyzetméter bigló miért? Csak 37 négyzetméter. Belegondolom, hogy 2 milliárdból felhúznak egy stadiont, annyiból húzhatnál fel egy saját házat kényed kedved szerint. Igen. Nem jár hozzá krokodilbőrös tapéta, nem kell. De jár hozzá. Szőlőtőkkel sok. De inkább ezt venném meg 2 milliárdért, mint azt a szart, amit árulnak, nem? Nyilván szerintem ez egy ilyen hotel borászat, akármi, amúgy. Nézzétek meg a kis parkot. Nézzétek meg! Attól függ, hogy milyen gazdag vagy, hogy mennyire, mekkora körforgalom van a lakásod előtt, vagy a házad előtt. Ja, ez valami hotelszerűség lesz, srácok. Borest Hotel. Tartattok esküvőket. Csomó kanapé. Ezt a medencét adom. Az a teraszmedence nagyon király. Sauna. Úristen, nagyon akarok saunát. Ez nem tetszik, ez a szoba. No offense, de ezt megveszed, akkor Cheers fixen beköltözik. LOL! Hernyó vagy hangyavőr tapéta kell. Te jó ég, megnyúzod a kis hangyákat. Nem tudom, azt hittem, hogy ennek ilyen... Jó, értem a berendezésnek a stílusát, de... Úgy semmi extra. Szia Zsolti! Na jó, itt az extra, srácok. Megtaláltam az extrát benne. A borászat az extra. Van pincéjük. Festői környezetben. Chateau stílusban. Ez chateau. Az nem bor. Ez a liszkai borkúria by the way. Nice. Káli medencére és teljes birtokra panorámás exkluzív szoba. A szobákhoz kone típusú lifter is el lehet jutni. Ha kunival van szerelve, ne vegyétek meg, csak mondom. Óvakodjatok a kone dolgoktól. A Kona egyébként a legtöbb plázában csinálja a lifteket, meg a mozgó lépcsőket, hogyha megfigyelitek. És képzeljétek el, amikor a Kona átköltözött másik épületbe, iroda épületbe, akkor felajánlották az épület fenntartónak, hogy hát ők kezelik a lifteket, és karban tartják, de ugye az épület fenntartónak már megvolt a szerződése egy másik gyártó céggel, és beköltözött a Kone. Ja, ez csak a kukásnap. Beköltözött a Kone az irodaépületbe, és másnap lekaparták az épület, vagy a lift karbantartó cégnek a kis plecsniét a liftekből. Mindegyik liftből. Azért, mert nem őket választották. Csak hát egész 5 millió euró. Doktor Vincell és Zsuzsa. Jegyzetten az ország legértékesebb szőlődűlője 2017. Wow, az elég menő. Hozzátartozó 300 éves, teljesen restaurált boros pince. Több nívós díjtapad. Világhírű borai arany, ezüst, bronzérelmel rendelkeznek. Azt a... Ez nagyon menő amúgy.
17 távvezérlésű kamera. Nem, nem ébredtem fel, tök álmos vagyok. De ez így 300 négyzetméter, és egy milliárdba kerül. Ez csak a Balaton miatt kerül ennyibe, srácok. Szia, Ekrikor! Ez csak a Balaton miatt. Négy szőlőszentnél, hát annyi idő alatt, mert bőven újra kell telepíteni mindent is, igen. Igen, tudom. Az új nyaralónkat keressük. Ez mi a lótúró? Az igénytelenség ne további az a medence, srácok. What? Itt maga a telek ér ennyit egyébként. Csak mondom. Az a Medoncié, az élménymedence, kívánsághút. Ez rendes medence, hát nézzétek meg, itt be lehet menni, itt van a létra, medence létra. Ez a terasz indokolatlan szerintem, itt a cigizni jött ki maximum egyszer valaki, és így ennyi. Nem szökőkút volt. Lépcsőféréses volt az építtető. Nem tudom, de ez katasztrófa. Én el tudom képzelni, hogy ez ilyen nagy Gatsby-szerű party house akart lenni a hátsó fele. Hogy tök jól elgondolta a aki megalkotta ezt a cuccot, hogy figyelj, hátul olyan lépcsők lesznek te, amikor lejövök, mindenki tapsol. Csak hát, ugye nem tapsolt senki, mert ahhoz barátok kellenek, vagy ilyesmi. A társalgószoba, srácok. A társalgószoba. Ocsmány függönyökkel. Az a cserép, kályha, pog. Lépcsők, minden más? Így van. Az elképzelés jó, csak amikor buli után kottán vagy, és ott kell felmenni. Vagy lányok a Playboy villából legalább. Nagy Gatsby, és akkor ehhez hozzátartozik, hogy lepuffantanak a medencébe? Na. Szerinted miért eladó? Pargetta az ocsvány, de az mindegy. Ezek a régies stílusú bútorok, amit az ecseri piacról szereztek be amúgy. Itt szövet, ez a régi szövet, ott hátul meg a régi bőr. Két stílus találkozása, de legalább a szőnyeg meccsel valamennyire. Vagy nem. Én ezt nem értem. Így ideál a kameramen, és így ordibálja a rendező, több fényt a faszra! Vagy mi? Behúzott függönyökre néző székek. Ráadásul kényelmetlenek is. Szia, Minyon! Ez a viaszus vászon asztal terítő, nem, srácok? Azt te lennél? Ez a viaszos vászon asztal terítő, amivel le van. Konkrétan látom az anyag eséséből. Ez teleszkóp. Na jó, az menő. Viaszkos vászon? Az. Miért nem piros-fehér kockás? Nem tudom. Amúgy adom ezt a kilátást. Ez az egyetlen szép része a lakásnak. Csak ide kéne amúgy a kanapé, meg az ilyesmi, meg ide felbaszni egy ekkora tévét, mert a kilátás úgyse számít. De amúgy szép a látkép. Az egyedüli probléma ezekre a lépcsőkkel van, amivel a panorámát lekorlátozzák, és még kevesebbet ír a dolog. Á, itt fenn is van medence, nézzétek! Itt fenn is van medence, csak ebbe lehet megöltek valakit, nagy Gatsby-sen. Mi? Srácok, mi? Ja, itt megy fel a lépcső, oké. Itt megy fel a lépcső, és így megy tovább, oké, megtaláltam. Ez ilyen horrorfilmes, hogy itt kúszik majd le az valaki, aki meg akar ölni. Egyébként nem értem, hogy ez az ajtó mekkora lehet.
Gyártanak ajtót törpéknek? Ez egy törpe ajtó. Ez meg, ahogy egy medve megrak egy másikat? Ezen a képen éppen két medve párzását láthatjátok amúgy. Harry Potter gardróbja? A House Elf kitér. Ki fér rajta? Ja, értem. Ott lakik Harry Potter. Az egy lépcső alatti gardrób. Én értem, csak akkor is törpe méretű. Nem tudtam, hogy gyártanak ekkora ajtókat. Nekem a medverakós kép a kedvencem. Az a kávégép! Na jó, fel kellett dolgozni, hogy mi folyik itt ezen a képen. Dot kávégép, srácok. Dot kávégép. Hogy ennek a karbantartása milyen szar lehet, az nem számít. De ez a kávégép, főznék kávét benne. Hány sütő van? Ez mikro. Ez sütő. Ez egy mosogatógép. Nem, ez sütő. Ez sütő, az fix, ez is sütő lesz. Akkor két sütő van. Ez mikro. Halt a kávé? Az. Bár én ezt a részét itt nem értem a dolognak, hogy itt van a főzőlap. De nehogy odaférjem. Nehogy odaférj. És semmi köze ennek a bútornak a... Mi? Ki a faszom rak a konyhába szőnyeget? Rakjátok fel a kezeteket, ha láttatok már konyhában szőnyeget. Rakjátok fel, na gyerünk! Melyikőtök látott már konyhában szőnyeget? Hát ez konkrétan a középső pult alatt van, nézzétek már meg. Ja, tosz. Ez konkrétan a középső pult alatt van ez a szőnyeg. Láttam, de nem értettem. Nekünk van. Miért? Egy konyhában nem való szőnyeg. Jó, hogy nem padlószőnyeges konyhát. Ez too much for me. Jó, amúgy nagyon kis cuki előről lehet. Ó, és van külön lakrész. Elég lenne ez. A BMW azért ott figyel, srácok. A BMW az kötelező. A BMW az kötelező. Ez ilyen pince. Van pince. Mennek a modik. Mennek a modik a pincébe. Nem hiszem. Viszont, ezt nagyon tetszik, ez az első, amihez van cucc. Mi? Az egy terasz, milyen téli kert? Ne haragudjatok, de egyébként ezek az alaprajzok inkább ilyen Resident Evil részhez hasonlítanak. Hogy mindjárt jön a hétből a csávó, és így végigkerget az egész házon. Ezekről a luxusházakról mindig a novos videók jutnak eszembe. Lol. Nézzünk Santa Monica Beach-en. Santa Monica. House for sale. Medencét átalakítatnám, de nem rossz. Nekem nem tetszett. Szörnyű. Homes for sale, nem is house. Homes. Srácok, homes. Igent mondok rá. Mi? Igazm. Konkrétan igazm az egész. Nézzük meg a legdrágábbat. Várjatok. Max price. Nem kell max price. Minimum price. Legyen 1 millió a minimum price. High to low price. Otthon, véres otthon. 28 millió dollár.
Az mennyi tisztességes magyar forintba? Sok, nem? Nem lehet valahogy skippelni? Ne! Ne! Nem akarok feliratkozni! Jó, 5,5 milliárdás! Hát, srácok, rip! Fel kell iratkozni hozzá, hogy megnézzük a házakat. Akkor nézzünk másikat. Micsoda jobb klik elemvizsgálata is, de... Komolyan? Ennyi? Meg kell venned, nincs visszaút. Na jó. Nincs olyan, hogy elemvizsgálata. Milyen elemvizsgálatról beszélsz? Na jó. Keresünk másikat. Aha. Amúgy ez eskü tetszik, ahogy így, így. Az elejéről. De ezen mi kerül ennyibe? Még rendes kerítés sincs. Ezt a szomszédot magyarázza meg nekem valaki. Ez kedves. Kedves kis faház, 2,3 millió dollárért. IKEA-s berendezéssel teljesen rendben van, de... Várj, ez mekkora ház? What? What? Amúgy nagyon adom, tiszta Instagram ház. Lakályháza, a lényeg hátul van. Ah, oké, le tudsz ülni a zuhanyzóban, az hasznos. Gardrób, yes. Érdekes. Oké, beköltöznék. 177 négyzetméter, azt nem néztem. Azt hittem, hogy ez ilyen pici lesz. Bár elég ratja a környék. Micsoda? Interested in touring this home? Take a tour. Igen. Akarom. Na nézzük. Homes for you. High to low. 18,5 millióért már kaptok golfpályát, srácok. 18,5 millióért már jár golfpálya. Nézzük. 4,7 square feet. Vagy 4700 square feet. Golfpályát mondtam? Teniszpályát akartam. Na várjatok, erre van a Vajna Timinek is a háza, nem? Teniszpályát akartam mondani, igen. De golf az is biztos lehet rajta, ne ítélkezzetek. Nagyon állat. Szóval igen. Ennyi pénzért már elvárom, hogy legyen egy ilyen szép kis bejáratunk, nem? Szia, Viking! Szia, Kebia! Én értem a költözés után pont szia, Artász! Hát ez a fű lehetne szebb, Biglon, ne nézz ide! GG, Artász! Ez remélem, hogy csak a szolgálói rész. Nem úgy néz ki! Meg kéne pucolni a házat! Nem már! Mi? Ez egy ilyen... Mi? Mi? Nem már. Ez egy ilyen apáca otthon volt, vagy nem tudom, szökőkút. Külön medence bejárattal. Aha, jaj, a Viking, gondolkodunk rajta, hogy ide költözzünk. Fogom a streamet, és innen megy majd legközelebb. Csak még nem találtam meg az igazi házat. 5 milliárd alá nem akarok adni. Indokolatlan ez a kert. Dehogy is. Bent? Még egy szökőkút? Oké, ezt a medencét adom, de eddig semmi különleges ez a ház. Látszik rajta, hol volt a setup eddig. Igen, az enyémen is látszik.
What? Mi ez a lépcső? Miért nem lehet egy szép fa lépcső? Mi ez? Zsanérok ezen az oldalon vannak. Tehát azt jelenti, hogy befelé nyílik az ajtó. Szerintetek ezt az ajtót ki lehet nyitni rendesen? Kívülről sem volt szép, megmondom őszintén. Nem tudom, ez úgy néz ki, mint ahova Anthony Hopkinshoz hoznak ördögűzésre fiatalokat. Egy biliárdasztallal. Amúgy a plafon szép. Érdekes, ilyen gentleman's club feeling. Erre mondják, hogy rustikus. Aha. Kívülről többet ígért ez a ház, mint amennyit teljesített, én úgy érzem. Wow! Ez régen, vagy mi? Vagy csak megcsinálták fekete-fehérbe régiesítettért. Amúgy menő. Nem, kösz, nem akarom megnézni ezt a házat, indokolatlanul drága. Jajaj, ne. Elnyomkodtam valamit. Na, 16,1 misi. Fasz, hogy történelme van. Persze, hogy az. A házak történelemmel a legjobb házak arra, hogy kísértsenek a szellemek. Tény. Na, értem. A padló egy kicsit csöves egy ilyen házhoz. By an Island, az menő, az majd a következő. Az a következő projektünk lesz. Ez két külön konyha? Bocs már. Wow, na ez, srácok, ez. A márvány, érted? A márvány. És itt jön át az, hogy igen, nekünk van pénzünk. Amikor a külön étkeződben egy hatalmas ablak az egyik fal. Olvasó szoba. Ez tipikusan az az asztal, ahol ketten laktok a házban, ide ül az egyik, őtök ide a másik. Ide adnád a sót? Az igen, ez a lábas kád. Szerintem az nem csak aranyozott. Lesz, bár lehet. És az a kép, nem tudom, gúlya, darv, fogalmam sincs. Jó, az a lépcső életveszélyes. Aha. Egy külön helyiség csak a boraidnak. Azért az nem rossz. Azért az nem rossz, srácok. Igen, amúgy én is erre gondoltam, hogy ebből még cipőtároló is lehet. A medence és a kilátás kurva jó. Mi a franc? Oké, ezt így adom. Fürdőznék itt, megmondom őszintén. A kis melléképület tek. Mondjuk fizetni az áramot itt. Na jó, ez a legjobb ház, amit ma néztünk, azt kell, hogy mondjam. Ez így látszik rajta a pénz. Látszik rajta, hogy több pénzük van, mint ízlésük. De nagyon állat. Ez tetszett. Az a kilátás. Mama! Dat kilátás. Ez a részeadó. Ez itt. Van külön parkoló.
És ott van már csak a homokos tengerpart. Na ez, igen, konkrétan Timo. Na jó, ez a kilátás mindent megér, srácok. Gyönyörű, én mondom, nagyon szép. Wow, milyen rusztikus, na ez a rusztikus. Megőrizték direkt így, de közben meg ápolt és karbon tartott. Biglol, azt a pázsitot nézd. Biglol, most nézd meg ezt a pázsitot. Ezt megvárom, hogy még Biglol megnézze. Mert az a pázsit gyönyörű. És nem műfű szerintem. Tartsd fékre a vesződet. Megyek is, veszem megfele, ennyi. Olyan házakban tudnak élni az emberek, anyám. Abban van meló, ha igazi. Igen. Ah, mondjuk annyira nem tetszik, nincsen márványpult. Mondjuk az a kő. Wow. Oké. Bocs már. Csak gyorsan végigmegyünk rajta. Na jó. Kurvára adom ezt. És ott a kukkoló paparazzik. Mi? Terasz kandallóval? Édesanyám! Mi az? Nekem ez kell? Terasz kültéri kandallóval. Igen. Ez mondjuk ez tipikus pornós terasz. Na mindegy, de az már mindegy. De ez kurva jó. Mindenhova kell kandalló Kaliforniában, viccelsz? Moziszoba. Végre egy ház, ahol van moziszoba. Csak mondom. Végre. Bár ahhoz kicsit kicsi a képernyő. 10 millió alatt van ajándék. Ott a boros kamra. Wow. Kicsit sok stílusban épült ez a ház, az nem tetszik, hogy amúgy modern, tetszenek a sötét burkolatok. Szépen visszaadják. Vavirász, nagyon szépen köszönöm a rédet. Sziasztok, üdvöd mindenkinek. Nagyon szépen visszaadják, de amúgy meg ide bevasznak egy ilyen termet, ami... Értem, hogy mit akar ábrázolni, és mit akar jelenteni, de nem illik a másik modern részéhez a háznak. Sziasztok! Hello! Minek moziszoba? Csak egy nagy fehér fal kell. Látod, ezt azért mondod csak, mert nem vagy gazdag, minyon. Ezt csak azért mondod, mert nem vagy gazdag. A napelemek. Mondjuk, akkor nem lehet olyan drága az ára. Oké, megvehetjük. Mit szóltok hozzá, srácok, megvesszük ezt a házat. Mondjuk, nincs lenne a parton, ez már mondaná. Anyás, szauna is van. Hát, szauna nélkül nem veszünk házat, viccelsz? Még szép. Na jó, srácok, viszont sajnálom a réderek. Pont a végére jöttetek a reggeli streamnek. Fú, olyan házakat... Oh, kell. Ettől tűz még gazdagabbnak, hogy vannak különféle hangulatú és stílusú részek a házban. Igen, amit nem illenek oda, és megengedheted magadnak, hogy ne igyenek oda. True. Na jó, srácok, elrakom magam, aztán délután, ha minden jól megy, akkor 4-től vagyok. Úgyhogy addig is legyetek jók, élvezzétek ki a dörgi csilist, ami már nincsen, kitisztult az ég és süt a nap. Úgyhogy zsebre teszem magam pontosan. Találkozunk, amikor találkozunk, jó? Sziasztok, pápás!